Nem akarok senkit megbántani, de aki azt mondja, hogy emberi létformában van lélek, állati formában nincs lélek, ez az ember, ne is folytasson ezt a, a nyilvánítani, ezt a véleményt, mert teljes a felfogással rendelkezik, sajnos. Ez nem egy tiszta kép, ez nagyon hiányos ez a kép, mert nincsen semmi élő szervezet, ami tud létezni lélek nélkül. Nem csak állatlétben van lélek, hanem minden egy sejtű organizmumba van lélek. Nézzétek utána a tudósok, tudományos, nagyon jó kutatók, akik mondják, hogy igen, egy sejt összetevés csupa anyagból áll, aminosavak, nukleinsavak, DNS, és így tovább, és így tovább minden anyagi, és azt látják a tudósok, végül is eredményben ez egy élő sejt. És látják, hogy önmagából ez nem létezhet. Ezért egy lélek, amelyek irányítja azt a sejtet, ami életővé teszi a sejtet. Ezért egy állat, nincs benne egy lélek, nem létezhet. Szóval mindenhol van lélek.